Sziasztok, Bisz vagyok, és a mai videó a ritkábbak közé tartozik a csatornán, ugyanis egy gameplayt láthattok utólagos kommentárral. De amiért úgy döntöttem, hogy egy ilyen videót szeretnék föltölteni, az nem más, mint hogy igazából szívem szerint még fel sem töltenék teljes gameplayeket. Ez a videó teljes mértékben prezentálni is fogja nektek az indoklást is. Tipikus orvosi lóeset lesz. Mert az összes halálom a játék során mind abból ered, hogy még nagyon is szokni kell a játékot, még sok gyakorlást igényel, bármennyire is kezdek mondjuk ráérezni az ízére. De higgyétek el, rohadtul bejön nekem ez a játék, imádom. De mondjuk hiába is vannak néha tök jó megoldásaim és lövéseim, ha egyszerűen még az összhatás nem teljes, még így néha elszúrok dolgokat, úgyhogy ezen kell még gyakorolni. Például itt lesz egy halálom, ahol lefeküdt az ellenfél, és egyszerűen azt hittem, hogy hulla, ugyanis nem lehet megkülönböztetni az ellenfelet, mert mindenki ugye személyre szabhatja a katonáját, és az egyetlen mankóm az, ha az ellenfél fölé pirossal ki van írva a neve, ami egy pillanatra megtörténik, ott láthattátok, de akkor pont elkerült a figyelmemet, minimappet néztem, hogy hova került, és szimplán átugrottam a hullát, ami végül is egy fekvő ember volt, mert nem tudom megkülönböztetni a kettőt, úgyhogy ez is egy megszokás kérdése, meg kell szokni a szememnek, hogy ki a hulla és ki fekszik le. Hát ez is egy elkerülhető baki volt például. TDM-et játszok, mert úgy gondolom, hogy itt kettő közé lövök. Tehát nem tudtam eldönteni, hogy melyiket lőjem, ezért kettő közé lövök, ami így belegondolva nem is olyan nagy probléma, mert simán bele tud deselni az ember, ha mondjuk elélősz oda, ahova véled, hogy esetleg deselni fog. Simán ki lehet ezt taktikázni, ugyanerre rá kell érezni, és ez tipikusan nem az a pillanat volt, de akár nem lehetett volna rossz ötlet sem. Tehát visszatérve a TDM-re, úgy gondolom, hogy ez az egyetlen olyan mód, amit egyedül is meg lehet nyerni, mert ugyebár nincs csapatom, amivel akikkel akár tudnék valami csapatorientált játékot játszani. Na itt van egy halálom, amit hát nem tudtam, hogy hol az ellenfél, tehát minimappen láttam, hogy valahol itt kell lennie, fölment, hol lehet, hopp, és ott van. Egyszerűen úgy megijedtem, nem tudtam, hogy ebbe a játékban vannak olyan emberek, akik bevárnak. Például van slide-olás, movement, double jump, miért nem tett valamit ellenem? Nem, egyszerűen bevárt és kilesett a polc mögül. Egyszerűen nem voltam talpon, nem voltam rest, hogy ilyenre számítsak és pórul is jártam. Ilyenekre is számítani kell. Egyszerűen én nem tudom ezt a játékstílust elképzelni, és ezért is támadott nem hátba, hanem előről, de meghaltam, és ez itt a lényeg. Túljárt az eszemen. Elkerülhető halál eset lett volna, ha számítok ilyesmi eseményekre. Sokan kérdezik tőlem, hogy milyen a játék, hogy vélem. Sokszor már elmondtam streamen keresztül. Igen, többnyire streamen keresztül. Itt láthatjátok, hogy ugye ívesen szoktam dobni a szemtexet bármely más kódba. Itt kilövöm, ezért más az íve. És nem oda ment, ahova szerettem volna, mert a dobozra rányomtam. Én menekültem a szemtex elől, és belemenekültem az ellenfélbe. Ez is megszokás kérdése, hogy itt lövöd a szemtexet, más az íve. Tehát visszatérve a témához, sokan kérdezik, hogy hogy tetszik a játék. Nekem rohadtul tetszik, nekem hoz újdonságot, mint ahogy anno az MV2 is. Nagyon szeretem a játékot, nem játszok vele olyan sokat már. Például első nap nagyon-nagyon sokat játszottam, ezért is lettem már 50 szintű, és tudtam presztizselni. Meg sokat streameltem aznap, de alapvetően nem játszok olyan sokat, szeretnék videókat, tartalmakat csinálni, és ahhoz nem feltétlenül a 0-24 órás játék a megfelelő. De nekem nagyon tetszik. Iszonyat optimalizálatlan, de én úgy gondolom, hogy jön majd egy patch, ehhez egy kis idő kell, de például konzolokon is vannak olyan mapok, ahol esik az FPS szám, vannak minilaggok. Itt például azért haltam meg, ez nem az én hibám, illetve de az én hibám, mert újra tölthettem volna az elsődlegest, de amikor lőttem pont azt az egy darab töltényt, amivel rendelkezik ugye az a pisztoly, akkor kaptam a lövést, és akkor fölfele húzott a fegyverem, visszanéztem, kikockáztam. Jó ilyenkor tanulni a saját hibáidból és gameplayeidből, hogy körülbelül mik azok a hibák, amelyeket így elkövetsz. Tényleg ezért jó a killcam, ajánlom nektek is megnézni.
illetve így visszanézni, kikockázni, lelassítani a jeleneteket. Ezt most nektek nem tettem meg, mert tök fölösleges. Vagy elhiszek, vagy nem. Vagy pauzoltok YouTube-on keresztül. Na, itt láthatjátok, hogy most nem járt túl az eszemen, számítottam rá, hogy ott lehetett, ezért kilkembe látszik is, hogy haha, túljártam az eszén és lelőttem még esés közben. Na, ennyi lett volna ez a gameplay, iszonyat gyors egy TDM, úgyhogy ezért ilyen rövid. A statom 25-5, igen. Köszönöm a figyelmet, remélem tetszett, és majd jövök. Sziasztok!